Kérem szépen, a Daf Lamed Alef lesz a mai tananyag, tehát a 31-es lap. Hogy így visszahallom magamat, azért a hangomat lehet hallani. Nem tudom, az arcomat is lehet-e látni, vagy kilógok a képernyőből. Ott is jobb is így, azt mondjátok. Jó. Szóval, következőről volt szó a Daf Lamed végén, a 30-as lap végén. Nachrishon Hilvetz és Sztralcha Mézor, hogyha egy nem zsidó kölcsönadott egy zsidónak pénzt. Már most szó kezdődik, nem egyszerűen. Kölcsönadott pénzt, most a folytatás. És a zsidó letétbe odaadta neki a hamecot. Szóval itt van ez a karé kenyér, ez a letét, ez az álló. Visszaadom a pénzt. És közben eltelt a Pészak. Pészak után visszakapja a kenyerét, de visszafizeti a pénzt. Akkor szabad ez a hamec? Nem. Megengedett ez a hamec, vagy nem? Mit mond a Misna? Mutarbána! Szabad! Meglepő mondom. Mi van fordítva történik, hogy Israel és Jövesz a Nachriá Hamecaj? Mi van, hogyha egy zsidó adott kölcsön egy nem zsidónak, és a nem zsidó adta oda az állatba a kenyerét, eltelik a Pészák, akkor az a kenyér kóser, vagy nem? Nem. Krisztán megint viszi a plémet. És enni nem kóser, vagy hasznot? Az itt ugyanaz. Haszonhúzás, evés, minden, ugyanaz. Nos, a következő lesz a kérdés. Ez volt a Misna. Itt már bárhogy, bájom, mert nem a freugoive, rave ammár, mi kánule hábogóive. Van egy vita a zálog letét kapcsán. Amikor én kölcsön adok a Kálmának pénzt, és a Kálmán zálogba helyezi a gyönyörű Filip Patek óráját a hitel fejében. Ha később nem tudja a Kálmán visszafizetni a hitelt, enyém az óra. Melyik ponttól válik enyém az óra? Enyém éve az óra. Attól a ponttól, amikor nem tudta visszafizetni a pénzt, a fizetésképtelenség beálltától, vagy visszamenőleg a hitel kifolyósításának pillanatától. Ez a kérdés. Világos a kérdés? Ti mit mondanátok? A kötelezettség a lejáratkor. A jelenlegi, gondolom, hogy a római jogban következik ez. A mi jogrendszerünkben, attól a ponttól válik a hiteleződni a zálog, amitől fogva a kötelezettség lejárt, így mondtátok? De a fizetésképtelenség beálltátok. De a talmudi jogban nem mindenki ért ezzel együtt. Két vélemény van. A párja, és ki lesz az ő párja, ki szokott lenni a párja? Ki a bájénak a párja mindig, amikor vita van? Rava. Oké? Mit mond a bájja? Lehet látni a táblát is a képernyőn? Engem is, a táblát is, mindent jól lehet látni. A bája már lemafreja ukai. Ő azt mondja, hogy visszamenőleg övé az álló, ami azt jelenti, hogy a folyósítástól, a hitel kifolyósítástól özövé az álló. Rava azt mondta, mikán lehábor kukaini. Mostantól. Tehát a kötelezettség lejártától? A visszafizetési kötelezettségtől. A határidő. Mikor kell visszafizetni? De nem akkor. Nem arról az, hogy mikor kell kezdeni visszafizetni. Amikor már nem tudja, amikor kiderült, hogy nem tudja visszafizetni. Jó, igaz. Értem, hogy mondasz. Tehát a fizetésképtelenségtől. Tehát visszamenőleg, vagy mostantól? Vagy a mostantól? Oké. Okay. Miről szól tulajdonképpen ez a vita? Nézzük meg gyakorlati szempontból ezt a vitás kérdést. Azt mondja, először is. Kol héha de agdis lojve, de zabin lojve, kulám lojpigi,
De azt, hogy Malver a Tarif, vagy azt, hogy Malver a Parik. Mi van akkor, hogy menjünk vissza a Kálmános példára? A Kálmánnak kölcsön adtam, és ő zálogba az óráját helyezte el. Milyen órát? Filip Patek órát. Filip Patek óráját zálogba helyezte, és nem jött még el a visszafizetés pillanata, és addig a Kálmán nagyvonalúskodott. Például felajánlotta a Szentélynek a Filip Patek órát, vagy még rosszabb, eladta a Stiber Gábornak a Filip Patek órát. Itt nincs kérdés azzal kapcsolatban, hogyha utána nem tudja visszafizetni a hitelt, mivel terhelt volt a Filip Patek óra, én jöhetek, én a kölcsönadó, és Stiber Gábortól elvehetem. Vagy oda megyetek a Szentélyhez, és köszönöm, kérem szépen az órát. És az enyém az óra. Ez nem kérdés. Tehát ilyen értelemben nem kérdés, hogy a bájénak van igaza, hogy nem a freahukoine, hogy visszamenőleg válik az enyémnél. Ilyen értelemben nincs kérdés. Ez a mi jogrendszerünkben is így van, ez szerinti a tehernek a lényeg. De nem ez a kérdés. Értitek? Itt nincs kérdés. Hanem akkor miről szól a kérdés? Hanem arról szól a kérdés, hogyha én, aki a hitelező vagyok, még mielőtt beállt volna a fizetésképtelenség, én már sefteltem azzal a Filip Patek órával, ami még nem is az enyém valahol. És azt mondja, még a Kálmán még nem is kapott lehetőséget, hogy kiderül, hogy vissza tudja fizetni, hogy nem. De én már adtam a Filip Patek órát a Klein Lacinak. Akkor ez az adásvétel áll, vagy nem? Ha azt mondom, hogy mikor kiderült, hogy a Kálmán nem tud fizetni, akkor visszamenőleg ennyi névnél válik, és ezért jogszerűvé válik az, amit én eladtam. Tehát, amikor a Kálmán nem tudta visszafizetni, mondjuk én kölcsönadtam a Kálmánnak március 15-én. Március 30-án kellett volna, hogy ő visszafizesse. Én március 16-án az órát eladtam a Klein Lacinak. Eljött a március 30, és a Kálmán nem tud fizetni, ennyi most már az óra. Az az adásvétel, amit én eladtam a Klein Lacinak érvényesen. Ha azt mondom, hogy nem a Freyaukoine, hogy azt mondom, mint a Bayer, hogy visszamenőleg válik ennyi az óra, ennyi mérve az óra, akkor az azt jelenti, hogy visszamenőleg érvényes az, hogy én eladtam a Klein Lacinak a Filip Patek órát. Ha viszont azt mondom, hogy mi Kánula Háborúkaine, hogy innentől fogva válik az enyémére az óra, akkor az azt jelenti, hogy nem érvényes az az adásvétel, mert amikor én március 16-án eladtam az órát, a Lacinak az óra nem volt az enyém. Eladhattam volna a Láncinak is, nem az enyém. Mit tudok ezekhez kezdeni? Semmi. De ha tudtam is, addig az, ez a kérdés, de ami tudtam is, hogy? Addig egy zárunk, addig vigyázz. Egy zárunk, így van. Oké. Most egyelőre még térjünk egy pillanatra vissza az első oldalhoz. Az első oldal mi volt? Hogyha a Kálmán, ami ki nem derült, hogy ő nem tud visszafizetni, odaadta az órát a Szentélynek, vagy eladta az órát a Stiebel Gábornak, azt mondta, hogy nincs kérdés, hogyha később nem tud fizetni, én le tudom hajtani az órát a Stiebel Gábortól, hogy elmentek a Szentélybe, és elvehetem a Szentély tulajdonból az órát. A Talmud erre mond egy példát, egy misnából, ahol kiderül, hogy ez így van. De nem. Moiszifai dinár, pöldesznek azt, hogy még van egy olyan misna, ami pont erről szól. Arról szól, hogyha a Kálmán ezt az órát, ami zálogban volt az én általam folyósított hitel fedezetekén, felajánlotta a Szentélynek, és később kiderül, hogy nem tudja visszafizetni a hitelt, akkor én elmehetek a Szentélybe, és elvehetem az órát. De a rabik azt mondták, hogy nem néz ki túl jól, hogy én csak oda megyek, és elveszek egy órát a Szentély tulajdonból. Egy dinárt hozzá kell, hogy tegyek. Azt jelenti, hogy az egy dinár az a 10%-a. 10% értéket azt azért a Szentélynek oda kell adni. Ez az én tárom. Csak azért, mert a rabbik a Szentély esetén nem akarták, hogy rosszul néznek ki, hogy én minden ellentételezés nélkül elveszem a Szentély tulajdonát. A Stiebel Gábor esetén semmi nem kell, én nem kell kártérítsem a Stiebel Gábort, majd ő elmegy a Kálmánhoz és kéri a pénzt, amit fizetett az órára. Oké. A
Akkor tehát nem erről van szó, hanem miről van szó. Ki pligit de zavim malve, ve agdis malve, tehát akkor az a kérdéses pont a bájéskavak azok, hogy én a hitelező elkezdtem seftelni ezzel az órával még mielőtt az enyém lett volna. Például eladtam az órát a kenyasszonynak, és fölajánlottam az órát, és besnoderoltam az órát a szentébe, akkor a bája már a főnök kivende matazimni velői párai. A bája, aki azt mondja, hogy visszamenőleg enyém az óra, az azt mondja, hogy maga eljön az önök pillanat, és kidőd a kármát, nem tud fizetni, akkor az én snoderolásom. Snoderolás és az én eladásom eladása. Iglai Milcevam, a fejedemikorú Suszrálakai, akkor kiderül visszamenőleg, hogy ennyi volt az óra, mert a Kálmán nem tud fizetni, visszamenőleg ennyi az óra, tehát a Kleinvacéje, a való eladás az eladás, és a snoderolás, snoderolás, minden jó. De Sápir Ágnis és Sápir Zabon, Ravi Amár, mint Kánul a háborúban, de Ravi viszont azt mondja, hogy nem. Akkortól válik ennyi mennyiben az óra, hogy kiderült, hogy a Kálmán nem tud fizetni, ezért kivendő illó háborúdai hába zúzza, hába szállnak egy zúzza, mert ha lenne pénze a Kálmánnak, akkor ki tudta volna fizetni, és az óra az övé maradna. Akkor nem lehet, hogy most ha nem tudsz fizetni, akkor visszamennélek. Akkor most derült ki, hogy nincs pénze, akkor mostantól válik az ennyi az óra, és nem visszamenni. Oké. Akkor ez itt a kérdés. Most akkor ezek szerint Rave mit mond? Rave az, aki azt mondja, hogy mindig az a fizetés képtelenség beálltátónak a pillanatától válik a hitelezővé, hitelező évé az állat. Oké? Okay? Oké. Okay. Kérdés a következő. Mi amár Rave hachi? Tényleg Rave ezen az állásában most jön a komplikált eset, és nem, hogy nem csak azt, hogy én el fog tudni magyarázni, nem, hogy én értem. Reggel 5 körül még nem voltam benne biztos, hogy értem, de ilyenkor mindig az embernek valahol fölül megvilágosodik. Mi az eset, amiről beszélünk? Amár Raman Bárháma, Ruvein, se Mahar Szid, Szadele Simon Bárhájusz. Ruvein eladott egy földet Simonnak, Bárhájusz. Bárhájusz azon gondolkoztam, hogy van erre valami kifejezés a magyar jogi nyelvezetben, de felelősséggel. Ez azt jelenti, hogy ma azt magyarul úgy gondolnánk, hogy teher és felmentesen. De ugye itt ez azt jelenti, akkor nem volt még közérdekű nyilvántartás, nem volt földhivatal, de nem lehetett tudni, hogy ez tényleg teher és felmentesen. És ezért, ha én eladtam egy földet a Kálmánnak, teher és felmentesen, az azt jelentette, hogy eladtam neki felelősséggel. Mi azt jelenti, hogy ha megjelenik a Laci, ne haragudj, Kálmán, ne haragudj, de a Slomo tartott nekem pénzért, és erre az ingatlanra volt ráterhelve az én hitelem, és sorry, de sajnálok, hogy megvetted tőle, de nekem ez a föld az enyém, mert a Slomo nem fizette vissza a hitelt. Ez esetben a föld tényleg a Lacié, a Kálmán pedig visszajött hozzám, és mondta, hogy apukám, vállaltad a felelősséget, azt mondta, hogy teher és permanentes az ingatlan, és én ki kellett, hogy fizessen a... Én menjek vissza, vagy a Laci mehet inkább? Nem. De jössz vissza, ez a lényeg. Ez az a Hrájusznak a lényege. Ugye a Laci, nem akarjuk a... Azt mondja, hogy a Laci közvetlen elverti a földedet, amit te megvettél, és te a pénzt azt rajtam behajthatod. Ha én ezt a földet nem, se Lajvá Hrájusz adtam el, tehát felelősség nélkül elég gyanús ügylet, hogy ezt felelősség nélkül adom el, akkor te aztán nagyon keveset fogsz érte fizetni, mert hát érezhető, hogy itt van valami bűzlik a palacsinta, és biztos, hogy én tartozok valakinek. Ilyenkor, ha Laci tényleg megtalál téged, és azt mondja, hogy Slomo nem fizette vissza a hitel, és elveszi a földet, akkor te mehetsz a sóhivatalba, nem jöhetsz hozzám vissza. Én meg mondom, hogy én nem felelősséggel adtam el a földet, hanem ami esik, úgy puffan. De ha felelősséggel adtam el a földet, bár rájössz, akkor azt jelenti, hogy a Kálmán jöhet hozzám, és mondhatja, hogy Slomo felelősséggel adtad el a földet, most csak Klein Laci behajtotta rajtam a földet, amiatt a hital miatt, amit te nem fizettél neki vissza, én akkor kérem vissza a pénzemet. Oké? Okay? Most mi a mi esetünk még komplikáltabb, és ez még csak komplikálódni fog. Én eladtam a földet, bár rájössz a Kálmán.
felelősséggel a Kánaán. Közben tartoztam a Kánaán. De én eladtam a földet felelősséggel a Kánaán. Kánaán nem fizette ki a földet, hanem halasztott fizetéssel ígérte fél kifizetni. Magyarul olyan volt, mintha én kölcsön adtam volna Kánaánnak azt a pénzt, amivel ő majd kifizeti azt a földet. Övé lett a föld, de ő még nem fizette ki. Tehát ő most tartozik nekem. Akkor neki van egy tartozása felé. Nekem van egy tartozásom a Klein Laci felé, és a föld, amit eladtam a Kálmánnak, az Báhrájusz, azt felelősséggel adtam. És mi történt? Ne adj Isten, én eltávozok az évek sorából, és az örököseim, és két dolog történik. A Laci behajtja a földet a Kálmánon, a Kálmán jönne hozzám, de nem akarja a Kálmán odaadni a földet a Lacinak, ezért inkább kifizeti a hitelt a Slomo helyett. És most jön hozzám a Kálmán, és azt jönne hozzám a Kálmán, de az örökösök a következőt mondják. Apukám, te tartozol nekünk a föld pénzéért. Pénzével. Mi soha nem fizettél ki? Azt mondja, Kálmán, oké, de pont ezt szeretném letisztázni és engedményezni az egészet, mert én tartozottam az apátoknak, a Slomónak a pénzért, azzal a pénzzel, amit a földet ki kell fizessen, de közben én ezt a pénzt kifizettem a Klein Lacinak, annak a hitelnek a fejében, amit őt jött behajtani rajtam a földet, akkor kvittek vagyunk, és én nem tartom nektek semmivel. Mert azt mondják neki az örökösök, sorry, ezünket nem jönnek el. Az, amikor te tartoztál nekünk, a föld értékével, az egy olyan tartozás, egy olyan érték, egy olyan ez egy olyan érték, ami az örökösökre tovább száll. Azt mondják, amikor te tartozol nekem, az egy de az a te kötelezettséged is nekem a követelés. Az olyan, ahogy igen, követelés. Az egy olyan követelés, a követelés az egy olyan érték, ami az örökösökre tovább száll. Tehát mi továbbra is, a Slomo örökösei követeljük rajta a föld értékét. Az, hogy a Lacinak te fizettél, az a te bajod? Megtehetted volna, hogy odaadod a földet a Lacinak, és utána jössz behajtani rajtunk a Achrájuszt, a biztosítékot, de mi nem tudtunk volna neked kifizetni a biztosítékot, mert a biztosítékot csak ingatlanból lehet behajtani. Értjük, hogy elvesztettetek a fonalat. És így te vagyod, hogy te ezt kifizetted. Értek? Következő, kezdjük erről csak egy pár alap dolgot tisztázni. Az örökösök megöröklik az apjuknak az ingatlan és ingó vagyonát. Ugye? A követelés az egy ingó vagyon. Tehát amikor én eltávozok az élők sorából, majd 120 év után, ha valaki tartozik nekem, az egy ugyanolyan érték, az egy követelés, amit az én örököseim megöröklik. Másik téma. Amikor valaki felelősséggel adott el valamit, ami azt jelenti, hogy azt mondta, hogy eladom neked a földet, és biztosíték van rajta, hogy ha ezt a földet behajtja rajtad az én hitelezőm, akkor én ezt visszafizetem, akkor én ezt kifizetem neked. Okay? Ezt a fajta biztosítékot csak ingatlanból lehet behajtani. Okay? Akkor itt most mi történik? Ha én eltávozok az élők sorából, ha a Kálmán nem fizette volna ki a Lacinak a hitelt, akkor mi történt volna? A Laci elvette volna a Kálmán földjét, a Kálmán elkezdhette volna próbálni behajtani az örökösökön
ennek a biztosítékát, de nem tudta volna, mert az örökösöknek nincs ingatlan vagyonuk. Viszont az örökösök az ő követelésüket ezzel a földdel szemben a Kálmántól behajthatták volna. Értitek? Eddig stimmel? Most, ez az alapeset a Talmudban. A Talmud azt mondja, hogy amikor a Kálmán olyan balek volt, elnézést, nem rá gondolok, de olyan Simon az esetünkben, hogy kifizette a Lacinak a hitelt, ahelyett, hogy odaadta volna neki a földet, vagy is neki mindegy, mert így is rosszulják, ezek után nem tudja behajtani az én örökösseimön a biztosítékot, mert nekik nincs ingatlan vagyunk, viszont ők be tudják hajtani rajta a hitelt. Ugye milyen hitelt, amit a föld értékét, amit soha nem fizetett ki. Tehát így a Kálmán kétszer fogja kifizetni a földet. Ki fogja fizetni egyszer a Lacinak, és ki fogja egyszer fizetni az én örököseimnek, hogy visszaadja nekünk a földet. Mit mondott? Pedig stimmel? Mit mondott erre Rava? Van egy kiváló megoldás. Mit csinálhat ebben az esetben Kálmán? Nunk ki az, aki erre rájön. Mit tud Kálmán csinálni, mégse járjon rosszul? Lacitól nem tud. A Lacinak ő pénzt adott. Nála van a föld. Mit mondtuk, hogy a Laci pénzét nem tudja rajta az én örökösemben behajtani, mert az én örökösemnek nincsen föld. Mi viszont követeljük, az én örökösem követelik rajta a hitelt. Mit tud csinálni a Kálmán? Nagyon jó! Odaadja a földet az örökösségnek, abban a pillanatban az örökösöknek van földje, és ezek után a földet vissza, a földön behajtja azt a pénzt, amit kifizetett a Lacinak, és tökéletesen áll minden. Oké? Okay? Ezt mondta Rava. Most, ha igaz lenne az, amit Rava mond, hogy mindig csak a fizetésképtelenségtől áll be a zálognak a kötelezettsége, akkor hogyan adhatott olyan tanácsot Rava ebben az esetben Kálmánnak, hogy adja oda az örököseinek a földet a hitel fejében, tehát az mint zálog, mert is majd utána abból behajtja. Hát nem tudja utána abból behajtani, mert az csak most lett az örököseinél. Az örökösekhez olyan ingatlanon, ami az örökösöké a haláleset után, vagy nem, ami az örökösök, olyan ingatlanon, ami az örökösöké azután lett, hogy én meghaltam, nem lehet behajtani az apjuknak a követelését, aki kint lett, értitek? És ha csak nem azt mondom, hogy ez a föld, ami a záloga volt a hitelnek, amit én a Kálmánnak adtam, ez már attól a pillanattól fogva az enyém, hogy az ügyet létrejött. Értitek? Megpróbáljuk lerajzolni az esetet, hogy... Tehát... Azt akarom, hogy a Talmudhoz hasonló neveket és Ruvein sem Machar Szoda de Simon. Tehát van egy Ruvein, és van egy Simon. Ruvein eladott egy földet Simon nem fizette ki a földet, hanem itt van egy tartozása Ruvein felé. Ugye, amit tartozik a föld értékéből. Simon, Ruveinnak volt egy hitelezője, mondjuk a... hitelező, akinek Ruvein tartozott. Oké? Okay? Ruveinnek volt egy gyereke, örökös. Oké? Okay? Most mi történt? Ruvein tartozott a hitelezőnek. De nem tudta visszafizetni a hitelezőnek. Ruvein nem fizette vissza a hitelezőnek a hitelt. Erre a hitelező közben meg is halt Ruvein. Lát, szegény. Ez gálás. És a hitelező elment Simonhoz, és azt mondta, apukám, kérem a földet. Mire azt a Simon, nem, a földet, inkább kifizetem neked. Kifizette a tartozást. Most. Mit csinál, jönnek az örökösök, és azt mondják, apukám,
te tartozol nekünk. És kérik az örökösök Simontól a tartozást a földért. Igen, ám csak hogy közben ezt kifizette ennek a hitelezőnek. Ruben hitelezőjének. Mert azt mondják neki, és akkor mi van? Ehhez, hogy te tartozol nekünk, ez a követelés, ezt mi megörököltük az apától. A követelés az egy ingó vagyon, amit ami átszáll az örökösökre. Pillanat. A tartozást is megörököltük, ez tény. De a tartozást az csak ingatlan vagyonból lehet behajtani. Jöhetett volna hozzánk a hitelező, és azt mondtuk volna neki, hogy apukám, mehetsz a sóhivatalba. Nincsen ingatlanul. Te mit csináltál? Kifizetted a hitelezőnek? Szóval ez a te bajod. Engem az nem érdekel. Menj és kérd vissza tőle. Tőlünk, mi tartozunk neked? Lehet, hogy tartozunk neked, de az a tartozás, ezt a féle tartozást, ezt csak ingatlanul tudnád behajtani. De mit mondott Rava? Azt mondta Rava, nagyon egyszerű a képlet. Csinálja a következőt Simon. Simon mondja azt, ne haragudjatok, nem tudom kifizetni ezt a tartást, inkább itt van a föld. Tiétek. Odaadja nekik a földet, szóval azt mondja, itt áll, na most már van földetek, én akkor ezt a kört, ezt behajtom a földeteket, mert ingatlanul be lehet hajtani. És akkor Simon megoldotta a problémáját, legalább a pénzénél. Igen, ám, de ebből mi következik? Hogyha Rava ezt a tanácsot adta Simonnak, akkor ez mit jelent? Hogy mikortól válik a föld, ez a föld, amit a tartozás fejében oda a Ruvén csapatnak, ez mikortól vált a Ruvén csapatáé? Onnan, visszamenőleg, amikor a hitelt kifolyósította, tulajdonképpen amikor ez az ügylet létrejött, vagy csak onnan, ahogy beállt a fizetés képtelenség. Nem. Ha az utóbbi, akkor... Ha az lenne, hogy az utóbbi, akkor ez azt jelenteni, hogy ebből a földből ő nem tudja behajtani ezt a kifizetést, mert ez a kifizetés az azelőtt történt, hogy a föld az övéké lett. Értitek? Nem értitek. Értitek? Magyarul, mi volt a tanács? Add oda ezt a földet, és ezt a földet szembeállíthatod ezzel a kifizetéssel. De ez csak akkor működik, hogy amikor odaadta a földet, akkor az visszamenőleg a Freya az örökösségére, és akkor időben kijön, hogy szembeállíthatod ezt a földet ezzel a hitellel, ezzel a kifizetéssel. De ha ez a föld az örökösöké, csak abban a pillanatban vált az örökösöké, amikor itt most létrejött ez a swap, hogy nem tud fizetni, akkor eltolatta a földre, akkor egy olyan föld, ami az örökösöké azután lett, hogy örököltek, abból nem lehet az apjuknak valamilyen kötelezettségét behajtani. Képzeld el! Ez egy fontos tézis, amit még egyszer szeretnék elmondani. Ha az én kötelezettségeimet lehet, hogy megöröklik az örökösök, de azt csak abból a vagyomból lehet behajtani, abból az ingatlan vagyomból, amit ugyancsak megörököltek tőle. Csúnyán nézném ki, hogyha az örökösökre rászállna az én mindenféle kintlevőségem, és nekik van saját vagyonuk, és abból behajtaná valaki. Szereznek bármit, akkor jön valaki elolvát tartozott nekem. És ezért csak abból lehet behajtani, amit ugyancsak megörököltek tőle. Most, hogyha ez a föld, ez tulajdonképpen visszamenőleg leválik az övékké, amikor ez az ügylet létrejött, akkor be lehet rajta hajtani ezt az ügyletet. De ha csak onnantól vált az örökösöké, amikor a swap létrejött, akkor nem lehet behajtani ezt. Mit látunk ebből? Ezek szerint a Rava mégiscsak úgy tűnik, hogy azt mondta, hogy visszamenőleg válik az önére, akkor miért mondjuk itt azt, hogy ha azt mondta, hogy csak a fizetés képtelenség beálltától válik az önére. És ti úgy fará le? Fastandik? Na, sikerült. Azért féltem, hogy nem fog sikerülni. De sikerült. Jaj, ez nem jó. Alig látni. Nagyon tükröződik rajta, hogy hiák. Szóval... Még tűrhető, azt mondod? Látszik a szörnyet. Csak a dátum nem látszik.
most jó? Nem lett jobb, csak rosszabb, mi? Hogy? Nem. Ez. Hogy fordítsa? Így. Így? Hát a baloldali sarkát húz ki, a kicsit. Balod. Nem így. Úgy, úgy, úgy. Most milyen? Várjál, kapcsolod-e megint? Most jó. Kiválom. Oké. Okay. Most. Oké. Okay. Akkor most, amit elmondtunk szóban, azt felismerjük valószínűleg. Mi a már a Rahi? Tényleg Rava ezt mondta? Raha a már ami bár Háma, a következő esetem volt Rami bár Háma, na akkor Ruvén sem a Hesszadő Simon. Ruvén eladott egy földet Simonnak. De a Hájusz kötelezettsége. Tehát nem kötelezettsége a biztosítékra. Ez Kafon Allah, de Milo. Simon nem fizette ki, hanem egy hitelt. Rögtön felvett egy hitelt, úgymond Ruvénytől, nem fizette ki, hanem azt a halasztott fizetésre fogja kifizet. Tehát itt létrejött egy kötelezettség Ruvénnal szemben. Mész Ruvén, meghalt Ruvén, de asszó bálkönyv Ruvén, és Ruvén egy hitelezője jött, mert Talifrén és Simon, és elvett akarta venni a földet Simontól, mert Ruvén, vagy az ő örökösei nem fizettek. Erre viszont Simon inkább kifizette a pénzben, a hitelezőben. Dinamú, de asszugné Ruvén, de amiléne Simon, erre az a törvény, hogy jöhetnek Ruvén örökösre, és azt mondhatják Simonnak, amit által is, amit abhoz a bach, mi megörököltük az apától. Azt a kötelezettségedet. Hogy mondtuk? Azt a követelést, veled szemben. Köszönöm. Azt a követelést veled szemben, amit nem fizettél ki, ezt mi megörököltük. Mert talán nem diász, mert a bálatfajom nem is támad. Viszont ez a kifizetés, ez a hitelezés, az nem száll tovább az örökösökre ingóságba, csak ingatlanra. Nekünk nincs ingatlanunk, sorry. Úgyhogy ezt mehetne sóvigatlanra behajtani. Viszont te köteles vagy nekünk kifizetni ezt a rotyákat, ezt a kötelezettséget. Mit mondott Rave? Van már Rave, ípikák, Simon, Magmeneuára, ha eléggé eszes Simon, akkor mit csinál? Ahelyett, hogy pénzben fizetnék ki neki, odaadja a földet, abban a pillanatban lesz földjük. Hadd a Gabi-Levináj, és akkor, ha már van földjük, akkor van ingatlan vagyonunk, akkor ezt a hitelt, ezt a követelést, ezt be tudja hajtani azon a földön. De amarabnák, hogy a szemünkség abogákban, hogy vissza vélem, bát, hajzlögölgősz. És meg azt mondta, Nachman, hogy ha megörököl egy földet az örökös, akkor azon a földön be lehet hajtani a apától megörökölt kötelezettséget is. Tehát a hitelező be tudja hajtani azon a hitelt. Most. Ilyen Márta Vislén, hogy már Freya Ukarine, Gajbe, ám tud a Hachi, Hőzöve, Gajbe, Összöve, ez a tanács, hogy mikor állja meg a helyét, akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ez a föld, amit ő most adod az örökösöknek, ennek a tartozásnak a fejében, ez valójában visszamenőleg már az övéké, onnantól fogva már visszamenőleg az övékét, tehát akkor tulajdonképpen a földet örökölték meg az apjuktól. Ha a földet megörökölték az apjuktól, akkor ezt a hitelt be lehet rajta hajtani. Erre ilyen várt, hogy Kánel Hábúr Gajbe, ha viszont azt mondod, hogy az állat az nem visszamenőleg válik a hitelező, nem visszamenőleg válik a hitelező, hanem attól a ponttól fogva, hogy beállt a fizetésképtelenség, akkor az örökösök most szereztek egy földet, azt nem lehet az apjuk után, halála után szerzett földet, nem lehet arra, azon nem lehet behajtani egy apjuk által megörökölt kötelezettség. Ezek szerint Rava, nem Kohanes. Stimmel? Mert Rava itt azt mondta, hogy a fizetésképtelenség talál be a nem, a fizetésképtelenségtől áll be a tulajdonváltás, az állom akkor válik az enyémé a hitelezőre,
És ebben a történetben úgy tűnik, mintha a hitelező lévén visszamenőleg a fizetésképtelenség vált, akkor de visszamenőleg az eredeti hitel kifolyósításakor vált volna az ölévén a föl. Azt mondja a Talmud, shiny awesome. De amár kihéke nem is tárna le már vuchai, mi stábna nám, ille bál chövdá vuchai. Azt mondja, erre a Talmud, ez az eset, ez eltér. Miért? Mert mondhatja azt, mert ez az eset, ez más, mint egy normál eset. Miért? Mert mondhatja azt Simon, mondhatja azt Simon, akkor is, hogyha azt mondom, hogy a záló az csak most ettől a pillanattól vált az övéké, és nem visszamenőleg, de Simon ebben az esetben mondhatja azt, hogy én ugyan tartozom az apátoknak, de tartozom az apátok hitelezőjének is, aki én saját magam vagyok jelen pillanatban, ugye? Mert az apa ugye felelősséggel adtál a földet. Tehát akkor itt két kintlevőség, két kötelezettség áll egymással szemben. Egyrészt az apátok kötelezettsége, egyrészt az én kötelezettségem az apátok felé, hogy nem fizettem ki a földet. Másrészt az apátok kötelezettsége felém, hogy ő eredendően a földet felelősséggel adta el nekem. És ezt a kettőt egymással szemben lehet állítani, és ez a kettő ugyanabban a pillanatban keletkeződött. Tehát nincs egy időbeni eltolódás, ami miatt a dolog problémás lenne. Stimmt? Oké. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Midrabi Nasson. De tányarabi Nasson önne, minnáin le noise be chavéra im manne, be chavéra be chanére, se moici mi zen noise ne zet, amit Rabi Nasson lassan lassan nyolja. Rabi Nasson mondott egy nagyon egyszerűnek tűnő állítás. Mi volt ez a nagyon egyszerűnek tűnő állítás? Azt úgy hívjuk, hogy engedményezés. Ha én tartozok a Lacinak, a Laci tartozik az Andrásnak, akkor az András egyoldalúan engedményeztetheti András engedményeztetheti a tartozást saját magára. Magyarul a Laci nem teheti meg, hogy behajtsa rajtam a pénzt, és nem fizeti ki az Andrásnak. Az András a pénzt közvetlenül tőlem behajthatja. Oké? Okay? Most ha ez így van, akkor itt is erről van szó, hogy tulajdonképpen két követelés áll egymással szemben. Egyrészt Simon tartozik Ruvénnak a föld értékével, másrészt Ruvén tartozik Simonnak a felelősség miatt, és ezért a kettő kiüti egymást, és kész. Összeszóval itt az egyetlen dolog, amit nem értek, hogy ez tényleg így van, akkor miért az volt a tanács, hogy adja oda a földet ugye mit mondott Rava? Adja oda a földet az örökösöknek, és rögtön hajtsa be azt a kintlevőséget, amit ő kifizetett az apjuk hitelezőjének. Tehát akár nincs is szükség. Minden maradhat úgy, ahogy van, csak két kötelezettséget lehet egymással szemben, de nem kéne odaadni a földet. Igen, de a tartozás például elviszik tőle a földet. Nem ezt, aki földje. Nem. A végső válasz az, hogy nem kell se, hogy mivel igaz, hogy ő tartozik nekik, de az apjuk tartozott neki emiatt, hiszen ezt át lehet engedményezni, ezért ez a két tartozás egymással szemben van, és nem kell semmit csinálni. De Rafa nem ezt mondta, mert azt mondta, add oda a földet, és utána ezt hajtsd be azon a földet. Ez az, amit nem értek, hogy értitek? Mi volt a végső válasz az, hogy mivel Simon azt mondhatja az örökösöknek, a gyerekek, igaz, hogy én tartozom nektek, de közben az apátok tartozott neki, ha ő tartozik neki, és ez így megy keresztül, akkor azt én közvetlenül behajthatom rajta. Tehát igazából én tartozom nektek, de ti tartoztok nekem, mert én tartoztam az apátoknak, de az apátok tartozott nekem, és mivel ez így van, ezért a kettőt egymással szemben lehet átkeresni, és úgy fasz. Amit én nem értek,
Ez a végső válasz. Amit nem értek, az az, hogy akkor miért kellett azt mondani, hogy adja oda a földet? Nem kell semmit csinálni. A két tartozást egymással szembeállítjuk. De. Azért, mert ő kötelezettséggel adta el a földet, és a kötelezettségnek volt foganatja, hiszen ő tartozott valakinek. Az azt jelenti, hogy ha ő tartozott neki, nem, ő tartozott neki, de igazából rajtam keresztül tartozott neki, nem, ő tartozott neki, és én meg így, akkor ez közvetlenül így lehet behajtani, akkor ez egy közvetlen, az azt jelenti, hogy ő tartozik nekem, én tartozok neked, te tartozol nekem, kettőt egymással szembeállítjuk. Az a közel, hogy amikor a hitelező, mert a hitelezőnek már volt egy záloga a földön, ezért hajthatja be a földön a hitel. Hogyne? Így van, természetesen. Az egésznek azt azért lehet megcsinálni, mert biztosíték alatt. Tehát azt mondta, hogy a bármi gondol a földön, akkor rajta behagyhatod. Akkor ott megkeletkezett egy kötelezettség. Ez a földfeltartozás áldozat, hogy három. Hát akkor érdemes nem kifizetni. Érdemes semmit, már mit nem kifizetni. De már arra beszélünk, hogy kifizette. Most arra beszélünk, hogy mit történik, ha már kifizette. Na, ez egy problémás. Oké, és erre mit mondott az? Adja oda a földet, és hajtsa be azt a tartozást a földön. Még azt mondja, hogy nem is kell ezt csinálni. Mert itt két kötelező, nem kell adni semmit, és ő nem tartozik neki, ők nem tartoznak neki. Mert a két kötelezettséget egymással szembe lehet állítani. Miért? Mert a két kötelezettség eredendően az apa is, tehát Ruben és Simon között jött létre. Oké. Nem. Most akkor ez mind nagyon szép, nagyon jó. Ezzel most akkor visszatérünk az eredeti. Ezt az egészet azért vettük végig, mert azt akartuk megnézni, hogy tényleg mit mondott a bája, mit mondott Rava. A bája azt mondta, hogy mostantól válik a zálog, a hitelezővé, onnan a fizetésképtelenség beálltától válik az álló a hitelezővé, hitelező évé. A bája azt mondta, hogy visszamenőleg van. Oké. Okay. Mit mond a mi misnánk? Ha én kölcsön adtam egy, ha egy kölcsön vettem egy nem zsidótól, és zálogba adattam neki a hamecot, akkor Pészak, és közben jött a Pészak, Pészak után visszafizettem a pénzt, meg lehet tenni a hamecot, vagy sem? Nem. Ha nem lehet megenni, akkor mi? Akkor mégis mi van? Hogy az övé az... Bocsánat, igazából meg lehet tenni. A nem zsidónál volt az én hamecom zálogba, ez elég ahhoz, hogy meg lehessen enni. Ez elég erősen mit mutat, hogy a zálog a hitelezőjén. Értitek a... Mert nem is tudom, hogy itt arról van szó, hogy visszafizettem, lehet, hogy arról van szó, hogy nem fizettem vissza. Mondjuk én kölcsön vettem a nem zsidó szomszédomtól Pészak előtt. Odaadtam neki a kenyeret zálogba. Pészak végén kellett volna, hogy visszafizessen, Pészak után. Nem fizettem vissza. És nála volt a Pészak alatt az álom. Akkor ha visszamenőleg válik az övé az álom, akkor Pészak alatt kié volt a hamec? A nem zsidói. Akkor meg lehet enni? Ha nem visszamenőleg válik az önnél az állam, akkor kié volt a hamec? Még az enyém volt. Mit mond a misna, hogy meg lehet enni a hamecot? Akkor mikor válik? Visszamenőleg. Akkor a bájénak van igaza? Itt nem, noh, és jó az a szóval, ha ne itt szólják, ha a Pészak mutat, ugyanígy fordítva. Noh, és jó az a szóval. Igen. Hát ha egy nem zsidó kölcsön adott egy zsidónak Pészakkor hamecot, kölcsön adott pénzt, és ő a hamec átadott a zálogba Pészak alapra, akkor Pészak után megengedett a hamec. Ha azt mondod, ilyen bátor Isten, mert már frejelben, hogy ámtél a hachi, mutatvána, ha azt mondod, hogy a zálog visszamenőleg, a fizetésképtelenség által után, visszamenőleg válik a hitelezővé, akkor teljesen koherens a dolog. Azért lehet megenni a hamecot, mert én, a zsidó, nem tudtam visszafizetni
a nem zsidó barátomnak, ami telt, és ezért a zálog, az visszamenőleg az övé lett, tehát Pészak alatt nem zsidói volt a hamesz, tehát lehet belőle enni. Ha viszont azt mondom, hogy ilyen vártam, hogy kán lábongolj, ha viszont azt mondom, hogy a zálog, ez mindig onnantól a ponttól, attól a ponttól válik a hitelezőjén, hogy a fizetésképtelenség beállt, akkor Pészak alatt még nem állt be a fizetésképtelenség, akkor még a zsidóé volt a hamec, akkor nem lehetne belőle enni Pészak után. Mindenki stimfále? Oké, okay, mi a válasz? Azt mondja, támogd bőle Susza de Iszrael, hábad kajt. Á, ha me már ezt kinnan, kese hirhinheru, kese hirhinu noj ecne. Azt mondja, a Talmud, ez más. Miért? Mert itt eddig, amikor zálogról beszéltünk, miről beszéltünk? Vagy egy ingatlanról, vagy egy ingóságról, ami a hitelezőnél volt. De itt ebben az esetben egy olyan ingó zálogról beszélünk, amit én elvittem a hitelezőhöz. Értetek a különbséget? Ő már zálogba vette, valóban. Szóval van egy különbség, adott, hogy a Kálmánnak kölcsön adtam pénzt, térjünk vissza a archetikusunkhoz, az alappéldánkhoz. De Kálmánnak kölcsön adtam pénzt, és rajta van a gyönyörű Filip Patek órája, és azt mondja, ez a tiéd lesz, ha nem tudok visszafizetni, de rajta van az óra. És egész más. Kölcsön adtam pénzt, és elkértem az órát, az óra már az én zsebemben van. Ha ez már az én zsebemben van, akkor az, ha nem tudsz fizetni a Kálmán, az visszamenőleg válik az enyémben. Ugyanígy itt is. Én kölcsön kértem a nem zsidó szomszédomtól pénzt, cserébe zálogva, átvittem hozzá a karékenyere. Az már nála volt, Pészak alatt. És ezzel nem tudok fizetni, akkor visszamenőleg az övé. De ha nálam lett volna a kenyér, akkor az enyém lenne. És attól ponttól vált volna az övé, hogy nem tudtam fizetni. Értitek? Oké. Okay. Azt mondja, tanul. Hosszú lesz a mai, remélem felkészültetek. Azt mondja, tanul. Lémaket a noi. Mondjuk azt, hogy ez a vita, hogy mikortól válik a hitelezővé a zálog, és visszamenőleg, vagy a fizetésképtelenség beálltától, ez egy tanoly, ez egy korábbi nemzedékben is már felmerülő, a misna bölcsék között is már felmerülő vita. Miért? Van egy brájt, ami következőt mondja. Israel se hívva le nachriat hamécelákat Pészák, én a jöjjön. A zsidó kölcsön kért egy nem zsidótól pénzt, és a hamecot adta zálogba, akkor Pészak után ehet a, vagy élvezheti a hamecot, ahogy mi is tanultuk, a mi misna. Mi sumrabi mérambrú, ajdő, viszont rabi mér azt mondta, hogy nem. Problémás. Értitek? Eddig mi volt a mondás? A misnánk is mit mondott? Hogyha én a nem zsidó szomszédomtól kölcsönkértem, és odaadtam neki a hamecot, akkor a hamec, és nem tudtam fizetni, a hamec visszamenőleg az övé, és ezért Pészak alatt egy nem zsidó volt. A hamec, tehát lehet belőle enni. Viszont rábbi miért azt mondta, hogy nem lehet belőle enni? Akkor úgy tűnik, hogy pontosan az a vita. Mikortól válik visszamenőleg az övé a zárva? Májlában halka mi fülge? Úgy tűnik, hogy pont ez a vitájuk. Mársza velem a fria ugai, vagy mársza velem a kánalába ugai. Az egyik vélemény azt mondja, hogy visszamenőleg válik az övéné az állam, és ezért a nem zsidó tulajdonában volt tulajdonképpen végig a Pészak alatt az állam, és ezért lehet belőle lenni. Ez volt a mi mistánk véleménye, és ez a Brájtának az első álláspontjának véleménye. És a másik vélemény, de mi miért azt mondja, hogy nem? Mindig a fizetésképtelenség beálltától válik az állam a hitelezővébe, mivel a fizetésképtelenség beállt az Pészak után volt, ezért Pészak alatt még az enyém volt a hamec, hiába zálogként volt be, fedezetként berakva a hitellel szemben. Azt mondja, a Talmud a tízbere, én a széfa, ában nachri, se hílve Iszrael, alhamécer, áhe Pészak, ne nivre ákolajve. Azt mondja, a Talmud, ez nem stimmel. Miért? Mert ebben a brájtában van egy folytatás is. És a folytatása következő. Mi van, csak fordított az eset? Nem én adtam kölcsön, nem én kértem kölcsön a nem zsidótól, és helyeztem el zálogban nála a hamecomat, hanem ő kért tőlem kölcsön, és helyezte el nálam zálogban a hamecomat. Oké? Okay? És mit mond a Bright a folytatása, hogy ebben az esetben mindenki egyetért, hogy az a hamec tilos Pészak után?
ha nem, nem tudta kifizetni a hitelt, akkor, és nálam volt az ő Chametze záróként Pészak alatt, akkor a Pészak olyan, mint az enyém lett volna a Pészak alatt, és ezért mindenképp tilos. Ha igaz lenne, hogy itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy mikortól válik a zálog a hitelezőjén, visszamenőleg, vagy csak a fizetésképtelenség váltott, akkor itt is ugye ezt a logikát kellett volna alkalmazni, és azt kellett volna mondani, hogy az első vélemény szerint tilos, a másik vélemény szerint megengedett. Értitek? Elvesztettétek a falat. Értitek, oké. Azt mondja, hogy amúgy elalkodni már ezt kigasérhényi egyszerűen. Azt mondja, tanul, itt is miről van szó, arról van szó, hogy elhelyezte nála. És amikor elhelyezte nála, egy gasérhényi egyszerűen, amikor elhelyezte nála, gondolom, hogy a második eset, amikor elhelyezte nála, igen, miről szól a brájta, hogy a zálogot már elhelyezte a hitelezőnél. Az előbb mondtuk, hogy a Kána odaadja nekem az órája. És mi a vita akkor? Miért van vita? Kedelem, hogy mi fülgében a viccok? Gamma viccok, mi nálja bálatok, és akkor máskor, oké. Kicsit komplikált lesz, akkor még egyszer gyorsan értsétek, mi a kontextus. Gyorsan brájtát felrajzolod. Oké? Okay? Tehát, ha van egy nem zsidó, és egy zsidó. Oké. Okay. Ha a nem zsidó, mit mondott a brájta? Az első eset a brájtán. A nem zsidó adott kölcsön a zsidónak pénzt, és ő cserébe elhelyezte zálogba a hametszát nála. Nem tudod fizetni Pészak után, akkor ebben az esetben a hametszot lehet tenni, vagy nem lehet tenni? Hogy? Tudod? Meg lehet tenni. Nagyon jó. Azt mondtuk, hogy meg lehet tenni. Azt gondoltuk, hogy miért, mert ebből látjuk, hogy visszamegyek az övé, blablabla. A második esetben viszont, jelen, bocsánat, a brájtáról van szó, hülyeséget mondtam, kellettem a mistával. A mistával van az, hogy meg lehet tenni. A brájta viszont azt mondja, hogy Tana Káma szerint meg lehet enni, Rabbi Meir szerint nem lehet megenni. Ez volt az első eset. Oké? Okay? És azt hittük, hogy arról szól a vitájuk, hogy tényleg visszamenőleg válik az övé az árak, vagy nem. És azt gondoltuk, hogy Tana Káma szerint visszamenőleg válik, Rabbi Meir szerint nem visszamenőleg válik. Oké? Okay? Stimmel? Most megint kis üveges szemeket látok magam előtt, de remélem, hogy csak a sötét kikapcsolt. Oké. Okay. Mi van akkor, hogyha pont fordítva van? Ha van egy, ez a brájtának a második. Csak hogy ne zavarjuk testvéreink össze, ez, amit a véleményem, amit a misnában tanultunk. Most, hogy brájtában van, hogy új. És a brájtában Tanakáma úgy mondja, hogy a misnánk, vagy miért viszont azt mondja, hogy nem. Nem lehet. Viszont mi a furcsa? Amikor fordítva történt a dolog, tehát a zsidó adott kölcsön pénzt a nem zsidó szomszédnak, és ő zálogba helyezte nála a hametszát, Pészak alatt, akkor lehet tenni, vagy nem lehet tenni? Furcsa mód, Tana Káma és Rabbi Meir mindketten azt mondják, hogy nem lehet tenni. Ha a vita az lett volna, hogy mikor válik a zálog a hitelező révén, visszafizetés pillanatá, a fizetésképtelenség beálltának a pillanatától, vagy visszamenőleg, akkor itt pont fordítva kellett volna lenni, mint itt. Talán Káma kellett volna azt mondja, hogy X, és Rabbi Meir kellett volna azt mondja, hogy pipa. Ugye? De mi? Értitek a kérdést? Nem. Értsük, ez a kérdés. Oké. Mit mond a tanul, itt egész másról van szó. Miről van szó? Hogy mi az eset alapján, hogy a zálogot elhelyezte a hitelezőnek? Ez az az eset, amiről itt beszélünk. Most mi van akkor, amikor a zálogot valaki elhelyezi a hitelezőnél? Mit mondunk? Hogy
Igen. Adjuk egyelőre ezt. Normál esetben, hogyha van egy zsidó, meg egy másik zsidó, és az egyik pénzt ad, a másik zálogot elhelyez nála. Akkor honnan tudom, hogy a zálog az ennek a zsidónak a tulajdon? Honnan lehet? Az előbb ezt mondtuk, hogy ha a Kálmán odaadja az óráját, amikor én odaadtam neki a hitelt, és már ő odaadja, az én birtokomba kerül az óra, akkor azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy ha kiderül, hogy a Kálmán később nem tud fizetni, akkor ez esetben biztos, hogy visszamenőleg válik az óra az enyémnél. Ezt honnan tudom? Most fogjuk elmondani, hogy honnan tudom. De amár a vicc van. Mi nájra bálha is, hogy kajna máskai, onnan tudjuk, hogy a hitelező visszamenőleg megszerzi, tulajdonába került a zálog, hogyha az állagot megkapta, mert a Tóra a következőt mondja. A Tóra azt mondja, mondja a 5. könyvében, a 24-es fejezetben, hogyha van egy hitelező, mert valakinek szemben követelése van. És az illető a követeléssel szemben odaadta a pokrócát, az az állag. A Talmud azt mondja, azért esténként add vissza neki a pokrócot, hogy ne fázzon. És minden reggel vedd vissza tőle. Oké? Okay? Szóval járkere kölcsönött Smerelének, Smerelének nincs mivel fizetnie, a pokrócát helyezte el zálogba járkerénél, hogy járkere ne legyen rideg színű, és éjszakára, amikor hideg van, adja vissza a pokrócot. Oké? Okay? Hogy fogalmaz a Tóra? Le hat jetszdaka. Legyen neked a jótékonyság. Magyarul, legyen jótékony, add vissza neki. Mit látok ebből? Hogy a jog szerint nem kéne, hogy visszaad neki, mert ez a tiéd. A pokolóc, amit zálogban elhelyeztek nálad, az a tiéd. Oké? Okay? Csak le hadd tiédsz dakad, legyen egy, tegyél jótékonyságot, és add vissza neki. Oké? Okay? Most. A kérdés az az, hogy ez az egész szempontrendszer, ez miről szól, amikor két zsidó egymás közt seftel? Hogy? És ott a két zsidónál, ott van egy ilyen kötelezettség, hogy én nekem, hogy nem is van egy kötelezettség, csak tisztázok ki. A cedáká, a jótékonyság kötelezettsége, az vonatkozik mindenkire. Talán azt, hogy kell nem zsidókat, mindegy, hogy az illető szegény, az zsidó, nem zsidó, mindenképp kell neki segíteni. De van egy olyan alapelv, hogy amikor segítenem kell valakin, akkor a segítség kötelezettsége az mindig a hozzám közel állók felé erősebb. Magyarul, hogy ne adjak cedákát, amikor a saját gyerekem éhezik, akkor nem adhatok cedákát egy idegen gyereknek, annyi jótékom, a gyerekemmel előbb kell jót tennem. Ugyanígy, egy közösség. És ezért egy zsidó szegény felé, a zsidó közösségen belül még erősebb kötelezettség a cedáká, mint idegenek felé, mint a közösségen kívüliek felé. És ezért azt mondja, ez itt a kérdés, mivel ez az egész szempontrendszer, hogy ebből a jótékonysági parancsból tudjuk, hogy a zálog az a hitelezőjé, mert ugyanakkor fölhívja a Tóra a hitelezőt, hogy legyen jótékony azzal szemben, aki tartozik neki, akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ez csak két zsidó között van így. De egy zsidó és egy nem zsidó között nincs így. Támnak almasszal, mert hát mi nézszal, mi nézszal, de karinem bejle hati ez dakar? Akkor támadtál, amit mond, hogy mikor igaz az, hogy a zálogot megszerzi a hitelező, akkor, hogyha a hati ez dakar, a jótékonyság kötelező lenne ránézve. Tehát, akkor, hogyha két zsidóról beszélünk. De hogyha ez a hitelünk lehet egy zsidó és egy nem zsidó között volt, akkor a zálogot nem szerzi meg. Oké? Okay? És ezért mondja azt a Kálmán, hogy... Hogy van? Tanna Kálmán lesz a Várháni Mili. Igen. Mikor mondjuk azt, hogy a zálogot megszerzi?
a nem zsidó... Mikor mondjuk azt, hogy az árabok megszerzi egy hitelező, akkor, hogyha Iszrael, de Iszrael, hogyha egy zsidó vett kölcsön zsidótól. Udekarinen végre hatinznak, hiszen az ő esetében lehet mondani, hogy tegyen jótékonyságot a hitelezettjével, és adja vissza neki az állagot. Ába Iszrael, mint Nahli, de hogyha egy zsidó veszi el az állagot, a nem zsidótól, ha egy zsidó veszi el az állagot, a nem zsidótól, akkor nem válik a zsidói rázik az állag. És ezért mondja azt, hogy ebben az esetben tilos megenni a hamecot, miért? Ába Iszrael, Nahri, Lajkan. Iszrael, Nahri. Na itt el máskor Lajkani. Ilyen a kérdés máskor, hogy Zeus avatára kámas im kibeli szóval Hamec, mi Nahrike máskani. Rosszul rajzoltam fel. Zsorra se jövő Nahriá Hamécai, rosszul rázoltam fel a nézést, pont fordítva. Így nem helyes. Így. Most már értem. Pont megértettük az időt. Szóval, mit mond? Azt mondja, mikor igaz az, hogy a zálog az a hitelezőné válik, ha a hitelező is zsidó, és a hitelfelelő is zsidó. És ezért, de, ha a hitelező zsidó, aki fölvette a hitelt, az nem zsidó, ebben az esetben, ő odaadta a pénzt, és ő odaadta a zálogot, akkor az állam nem válik a zsidóinvá, hanem az marad a nem zsidói, és ezért pénzt után lehet tenni a hamedba. Oké? Okay? Ha viszont fordítva volt, és a nem zsidó adta a pénzt, és a zsidó adja az államot, akkor ugyanúgy nem válik a nem zsidóinvá az állam, és ezért pénzt haladt a zsidóinvá, és ezért mondja utána Kámla, hogy itt ugyancsak, itt nem lehet tenni a hamecba. Mit mond Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondja, hogy nem, ez működik mind a két irányban. Ha a nem zsidónak adtam kölcsön, és ő adott egy zálogot, az az enyémé vált, az enyémé lett. És ezért nem szabad enni Pészakkor a hamecból. Hogyha én adtam oda a zálogot neki, akkor az nem válik az önévé, és ezért megint csak nem lehet tenni a hamecból. Érthető? Nem, de majd meg fogjátok érteni, mert visszanézzük. Oké. Okay. Szóval. Tána káma szavar háni mini iszről, mi iszről, de karinni bele hatat tiacdak? Tána káma azt mondja, hogy azt, hogy a záról az a hitelezői lányok, és akkor mondja, hogy zsidó és zsidó között volt az ügylet. Ába iszről, mi nachrin, ahogy egy zsidó vett kölcsön egy nem zsidótól, és odaadta neki a zálogot, akkor a zálog nem vált a nem zsidóévá visszamenőleg, hanem csak a fizetésképtelenség váltától. És ezért azt mondja, hogy tilos. Oké? Okay? Mert akkor a zálog hiába nála volt mégis olyan, mintha az enyém lenne pénzszak alatt. De Rabbi Meir szóval, Kálva Hőmészről, Iszről, Kanészről, Nöklőlői Köszönként. És ezzel itt egyetért a Rabbi Meir is. Viszont itt, amikor azt történt, hogy én adtam kölcsön, és ő
adta az államot. A Kálmán tovább is azt mondja, hogy zsidó és nem zsidó között nem megy az ügylet, hanem csak a fizetésképtelenség beálltától válik az álló a hitelező lényeg, ami miért meg azt mondja, nem, ebben az irányban biztos, hogy ennyi miért vár. Ő a zsidót helyezi jobb helyzetben. És azt mondja, ebben nem szimmetrikus helyzet, ebben az esetben az a hitelezője válik attól a perctől, hogy a hitelt kifolyósította, és nem csak a fizetésképtelenség beálltától. És ezért, miért ebben az esetben is megtiltja a harcot? Itt azért tiltja meg, mert azt mondja, hogy nem válik a zsidóévá, nem a nem zsidóévá a letét, csak a fizetésképtelenség beálltától, tehát a letét nálam volt része halott. Itt pedig azért tiltja meg azt, mert azt mondja, hogy a zsidóévé vált az állom, a kifolyósítás pillanatától, de megint csak a zsidónál volt a hamec Pészak alatt. Utolsó nekifutás. Oké. Akkor most nézzük meg. Náhannak, és jön az a szóállak, amelyik szeráhán a Pészak mutar, behán, na, ne hinnám, hírhéne, eczlaj, ha már tudnék, Tnán, akkor nézzük meg ezt ezt az egészet a mi misnánk szempontjából. Ugye azt tanultuk, Nachri se hírna Iszrael, ha mi itt szerelkele Pészak, mit mondott a mi misnánk? Hogyha egy nem zsidó kölcsönadott egy zsidónak pénzt, és a zsidó zálogba helyezte a hamecot a nem zsidónál, akkor a Pészak után szabad enni a hamecból? Mit mondtunk, hogy szabad? A misna azt mondta, hogy szabad. És még azt sem mondhatjuk, hogy hírna Iszrael, Nachri Iszrael, kanu. Mert azt is mondtuk az előbb, hogy ez az egész, hogy a nálad elhelyezett zálog, az a tiédé válik a hitel kifolyósítása pillanatától, ez csak akkor igaz, hogyha két zsidó között volt a hitelüzlet. De egy zsidó és egy nem zsidó között volt, akkor nem. Akkor nincs jó válaszunk erre a kérdésre. Azt mondja, Talmud, le, kásja, ha de amár le, ne áksal. Ha de nem áli, ne áksal. Azt mondja, Talmud, egyszerűen mi a különbség? Az egyik esetben azt mondta, hogy mostantól váljék a tiédévé, más esetben nem. Sima esetben valóban, hogyha egy zsidó a nem zsidónál helyezte el az államot, akkor nem válik a nem zsidóivá rögtön az állam, hanem csak a fizetésképtelenség beálltától. Viszont, hogyha én azt mondtam, hogy ha adjál nekem kölcsön, adok neked zálogot, és ha nem tudok fizetni, akkor már mostantól váljon a tiédévé az állam, szóval visszamenőleg már mostantól váljon, akkor az beáll. Honnan tudod, kérdezett Talmud, hogy különbség van akkozott, hogy én mit mondok, hogy azt mondom, hogy mostantól váljék a térdére az állagot, vagy nem mondok. Már tényleg a sanilány, bény éjjhada, amár már áksa, bény éjjhada, alaj, amár már áksa. Honnan tudod, hogy van különbség? Tányi nachra, és érjön pász kurani, egyszer iszrad, én a öjve, vim, laj, vim, amár lai, gát, tiha, öjve, májsna, résre, májsna, széfa, láb, sajnina, éjjhada, amár már áksa, éjjhada, le, amár már áksa. És már én azt mondom, azért, mert van egy eset, egy brájta, ahol arról van szó, hogy egy nem zsidó adott, kért kölcsön egy zsidótól pénzt, és adott neki egy nagy darab kenyeret, és azt mondta, hogy ha nem tudok fizetni, akkor tiéd legyen a kenyér, és akkor ez esetben a hamec, és közben jött a Pészák, akkor a brájtán azt mondja, hogy nincs semmi probléma, a hamec a nem zsidó, tehát lehet nálam zálogként, a másik esetben pedig azt mondja, hogy de probléma. Mi a különbség a kettő között? Valószínűleg az a pont ez a probléma, hogy azt mondta, hogy mostantól váljék a tiédé, vagy csak annantól, hogy a fizetésképtelenségbe állt. Oké, ezzel ezt a kérdést, záló kérdést lezártuk, most már kicsit könnyebb vizekre fogunk érezni. Tanulában van, Hanusen Iszral, Umilei, hogy? Keresi a Patek Filipet? Tanulában a Hánus és Iszrael. Van egy bolt, egy ilyen fűszerbolt. Zsidó tulajdonos. Umláj és Iszrael, és a készlet is a zsidóé. A bolt is zsidóé, a készlet is zsidóé. Pál és Iszrael, Nichnacen Sam, és mindenféle, Pál és Nachem és Iszrael, de nagyon sokan járnak arra, sok, akik a munkát végzik, azok nem zsidók. Akkor abból indulunk ki, halvetsen nyugtasom, akár a Pészák,
Azt mondja, hogy no, abban indulunk ki, hogy ez a hamec, ami Pészak utána találtuk, az a zsidói volt. Érzitek? Van egy bolt. Az tulajdonos a zsidó, a készlet a zsidói, de vannak ott dolgozók, akik nem zsidók. Ha találok ott egy kifit Pészak után, az kié volt? A tulajdonosé a készletből, vagy esetleg a dolgozói? Abban indulunk ki, hogy a tulajdonosé a készletből. Mi van akkor, hogyha fordítva van? Hánosan, Nachnem, Leinsen, Nachnem, Nachnem, Pjánisztán, azt mondja, hogy a Havetsim, Zsáhán, Pészak, Mutterbáchira, Incertömeg van. Na, most ez fordítva van, nem zsidója volt, nem zsidója készlet. Csak zsidók dolgoznak ott, ha találnak Havetsot, akkor feltételezem, hogy ez nem zsidója volt, tehát lehet belőle hasznot húzni és lehet enni. Oké. Következő misna, egyszerű misna, Havetsim, Nachnem, Pajlőszkömi, Vuel, Árőkömi, Vuel. Mi van akkor, ha van egy Havets és vetemette a föld? Rázuhant egy ház, a kiflire. Akkor az úgy tekintjük, hogy már megvan semmisítve vagy sem. Azt mondja a misna első véleménye, hogy úgy tekintjük, hogy megvan semmisítve, a simonyom lélemények, kolosseim kellem gyakran a fápi szákra, csak akkor van így, hogyha egy kutya nem tudja kiásni. A kutya ki tudná még ásni a kiflit, akkor az még nem tekintjük úgy, hogy meg lehet semmisítve. Amara Frizzel a Czarecsai Vátadzsi Libolyára azt mondja, a Talmud, a Frizzel azt mondta, hogy mindenképpen azért szívében meg kell semmisíteni ezt a Hamecot, tálna kámat viszesz kellett, slajusot fachi, mennyi az a betemetettség, amit egy kutya már nem tud kiásni, három tefach föld, három tefach magas föld. Szóval, ha van rajta 24 centi föld, azt meg kutya nem ássa ki. Amire vágad a vészbe, vássa hatalmas múlak szakmai, én nem smirál el a kárka, mi vagy én, slajusot fachi, olyan. Ennek kapcsán fölmerült a kérdés, hogy tényleg a betemetettség az három tefachnyi föld, akkor mi van a pénzzel, amit elhelyeznek nálam letétbe? Vigyázzak rá! Azt mondta erre Jöjszöv, a legjobb vigyázási mód, az egyetlen olyan felelős vigyázási mód, ha eltemettem a pénzt. Mennyit kell ráraknak a temetés, eltemetésképp? Három tefachot? Azt mondja, nem, elég egy tefach. Miért? Mert Hamecnél mondtuk, hogy három tefach, mert a kutya érzi a szagát, ha nincs három tefach, és kikaparja. De a pénznek a szagát nem érzi a kutya, és ezért egy tefach föld az már felelős eltemetést jelent. Oké. Okay. Utolsó misnomára, ha Eichel Trumas Hamecbe Pesach, a Seigen, a Shalom, a Kerembe, a Chaimesbe, nézik Patomit, a Shlumin, u Midme Icin. Oké, okay, azt hiszem, ezt holnap fogjuk otthon. Puff! Kenny volt szemben. Köszönöm, hogy tartottatok. Folytatjuk. Holnap reggel, ugyanitt, ugyanekkor. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok. Azért a vágy, hogy föltette azt a videót.